A Feti Vizég a korábbi évekhez hasonlóan idén ősszel is elvégezte védelmi létesítményeinek felújítását. Ennek keretében ellenőrizték a gátak, műtárgyak állapotát, a védelmi anyagok, eszközök, gépek működőképességét, meglétét, illetve a védelmi szervezetbe beosztott dolgozók felkészültségét. A szemlék során kiderült, a jelentősen megnövekedett feladatok ellenére is kiváló a felkészültség. A száraz tározóknak a karbantartása nagyon komoly többlet feladatot jelentett a nyírségben és a létközi tónál is. A társaság megnövekedett feladatait részletezi Pontár Gáspár igazgató. Az utóbbi időszakban ugyanis jelentősen bővült a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által kezelendő létesítmények száma, gyarapítva ezzel az igazgatóságra nehezedő feladatokat. Az igazgatóságunknál a társadalmaktól átvett csatornákkal 2200 kilométerrel bővült a csatornahoz, 12 szivattyú telepet vettünk át, illetve ebben az évben teljes körűen foglalkoznunk kellett a két nagy árvízi tározó karbantartásával, a Szamoskraszna közi és a Beregi tározóval is, illetve új feladatot adott a csapadékszegény időjárás miatt az a tény, hogy több tározunk teljesen kiszáradt, és ezeknek is a gyommentesítését, kaszálását el kellett végeznünk. Komoly feladatot ró az igazgatóságra a jövő évben induló fejlesztések előkészítése is. A Tisza mentén ugyanis árvízi fejlesztések indulnak, amelynek keretében az új mértékadó árvízszinthez igazítják a töltéseket az ország határtérségében. A munkálatokat az ukrán határnál kezdik majd meg. Jelentős belvízi korszerűsítések indulnak a szivattyú telepek fejlesztése területén, valamint a Kállai főfolyás is teljes hosszában rekonstrukció alá kerül.